všetko je tu. Tu je jar. A tak s Božou pomocou sa chystáme na jar. Az evangélikus egyház komáromi gyülekezetének udvarán a természet ébredését idézték fel. Pavol Liska presbiter a tavaszi virágok, a barka, az állómuskátlia, korálvirág ültetésének helyes módját szemléltette. Marika Gazsová gondnok helyettes az evangélikus egyház hivatalos jelképéről, a Luther rózsáról szólt hallgatóságának. A piros rózsában látható fekete kereszt a keresztény ember életének centruma, amely megfeszített Krisztusba vetett hitet jelképezi. Ez a hit a valódi boldogság forrása és az élet értelme. A kereszt az Isten kegyelmének jelképe, Krisztus megváltó munkájának szimbóluma, a szív a hit jelképe. A fehér rózsa az Isten békességét jelképezi, örömöt és vigasztalást, amit a keresztény ember hit által nyer el. Ezt az egész jelképet egy aranyszínű gyűrű övezi, amely a végtelenséget és boldogságot hirdeti. Ez azt jelenti, hogy amit az aranygyűrű magába zár, egyértelműen magasabb értékű és rendű mindennél, amit nekünk ez az időleges világ felkínálhat. Vážení televízni diváci, dnes sa vám prihovárame z našej evanjelickej cirkvi podľa arpurského vierovýznania na Slovensku Komárne. Kedves televíziónézők! Ma a Komáromi Evangélikus Egyház nevében szólunk Önökhöz. A mai rész témája az ébredés. Az első rész a tavasszal ébredő természetről szólt. Isten az embernek életet ad, és így ad ébredést a világnak. És valami hasonlót élt meg az egyház a 16. században. Ez egy olyan időszak volt, amikor az egyházi állapotok nagyon megromlottak. Ez az az időszak, amit úgy lehetne jellemezni, hogy vizet prédikáltak és bort ittak. Cirkev ovplyvala bohatstvom, a ľudia boli častokrát znevažovaní a častokrát boli práve kňazmi klamaní. To sa mnohým kňazom nepáčilo. Az egyház a gazdagságra épített. Az emberek gyakran értékvesztésben és a papok általi félrevezetésben éltek. Ez néhány papnak nem tetszett, és ezek között volt a mi reformátorunk, dr. Luther Márton. Nem tetszett neki az emberek félrevezetése, mert nem értették, hogy mit is mond valójában az Isten igéje. Nem értették igazán, hogy Isten kicsoda, mert nem tudták őt honnan megismerni. És ezért jött létre a reformáció. 1517. október 31-én dr. Luther Márton kiszögezte a Wittenbergi vártemplomra 95 tételét. Ezek a tételek arról is beszélnek, hogy a bűnbocsátó cédulák árusítását meg kell szüntetni. Ezeknek a céduláknak a megvásárlásával az ember bűnbocsánatot nyert. Megvásárolhatta 5 évre előre, hogy tiszta legyen, de nem volt tiszta az Isten előtt. Az egyház ezekből az adományokból gazdagodott, és nagy templomokat építhetett. A tá tretia časť prebudenia je prebudenie do dneška. Az ébredés harmadik része a mai kor emberének ébredése. Nem csak a 16. században volt szükség reformációra. Megújulásra ma is szükség van. Meg kell újulnia a szívünknek és az Istenhez való kapcsolatunknak. Isten vár bennünket. Felkínálja nekünk önmagát, az örök életet és a jelen való világban az örömöt. Csak rajtunk áll, hogy az ő meghívását elfogadjuk-e, vagy nem.